ünnepi hangulatban köszöntötték az alapiskolák legjobb tanulmányi eredményeit elérő tanulókat. A szokásos 30 helyett idén 18 tanuló részesült elismerésben. A kitüntetettek a kiváló tanulmányi eredmények mellett több országos, kerületi vagy Kárpát-medencei versenyen is részt vettek, és szép sikereket értek el. A 9-es Bábics Liliana sokrétű tehetségét a természettudományi, a nyelvi és a sportversenyeken való jó szereplés igazolja. Részt vettem több matek versenyen, a sportban is tevékenykedtem, történelem versenyen és különböző nyelvi versenyeken is részt vettem. Többnyire a járási versenyeken értem el előkelő helyezéseket. A versenyeknek köszönhetően az adott tantárgyak is könnyebbek lettek, ezáltal jobban tudtam az iskolában is teljesíteni, és a barátaimnak is segíteni tudtam a tananyagban. Mihála Kálnál kedvenc tantárgya a matematika, valamint a szlovák és az angol nyelv. Mint mondja, az iskolában sok érdekeset tanul, emellett pedig szívesen megméretteti magát szavaló versenyeken is. Jászom recitovala na mestskom úrade prednes poezie a prózy Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Ja som získala prvé miesto, naučila som sa niečo viac, nielen učivo v škole, naučila som sa recitovať a spievať. A tanulókat Hájú Zoltán polgármester, valamint a város két alpolgármesterrel részesítette elismerésben. A polgármester megköszönte a pedagógusok, a diákok és a szülők munkáját a rendkívüli tanévben, ahol az új helyzetben is sikeresen leküzdötték az akadályokat. A tanulók a kimagasló eredmények érdekében sokszor a szabadidejüket áldozzák fel. A befektetett munka azonban megtérül, a diákok ugyanis szorgalmuknak is köszönhetően kiemelkednek a többiek közül.